A kő lelke Pap Tíme a debreceni Kavics művész kiállítása nyílt a Nagybányai Teleki Magyar Házban 2019. január 17-én. A művésznő gondolatainak és érzelemvilágának a megfogalmazása látható a falakon, életképek formájában, a köveken, a kavicsokon keresztül. A köveket nem formálja, nem alakítja. Természetes formájában kerülnek fel a képre, kreativitással, művészi érzékkel találja meg a megfelelő kis kő vagy kavics mellé a megfelelőket. A kiállítás Dávid Lajos, a Teleki Magyar Ház főnöke köszöntötte. Köveket gyerekkoromban szerintem nincs itt a jelenlévő között olyan, aki ne szedegetett volna különböző színes köveket a zsebébe, és aztán okozott volna gondot oda az a szülőknek azzal, hogy hova is tegye azt a sok színes apróságot, ami a gyerek zsebekbe összegyűl. Most ma este itt van közöttünk egy hölgy, aki nem csak hogy gyűjtött köveket, meg gyűjt jelen pillanatban, jelen életében is köveket, hanem ezeket tovább is gondolta. Nem véletlenül a kő lelke a mostani kiállításnak a címe, hiszen végül is egy közös idézőjelbe tett gondolkodás eredménye mindaz, ami a falakon látható. Egyrészt az alkotó Pap Tíme gondolatainak a megfogalmazása, másrészt a kövekben rejlő szépség, illetve üzenet összeadódva Pap Tíme elképzeléseivel. Tehát egy közös munka végeredménye mindaz, ami a falakon látható. A kő lelke fogalmazódott meg ezekben a képekben, és hogy megfogalmazódhatott, és hogy mi láthatjuk azt, a kiállítást Bruti, azaz Tóth Imre stand-up humorista nyitotta. Felesége munkásságának nem csak szellemi támogatója, hanem kiveszi a részét a kőgyűjtésben is. Szeretettel köszöntök mindenkit, kezét csókolom. Jó estét, sziasztok, vannak itt tegeződhetünk valakivel? Ó, hárman is mondták, hogy ajaj, és mint hót fiatalok, nagyon jó, de egy fiatal ember még fel is tette a kezét. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Tényleg nagy öröm nekünk, mert ez azt hiszem a 12. kiállítás a Timinek. Timi közben bujkál el messze. Hangos? Lejjebb veszem. Így jó? Jó, nehogy megsüketüljünk a végére, mert van hangom, tehát tudok beszélni bőven elég sokat. Timi, ne bujjál el messze. Ő a Timi, majd őt kell keresni, hiszen a pár percet beszélek, és utána átadom Timinek. A szót nem, mert ő a mikrofonban nem hajlandó egy szót se szólni. Nagyon szégyellős. Viszont, hogyha személyesen beszélgetnek velük, vagy beszélgetek, akkor meg bennem áll a szája. Tehát onnantól kezdve tudja mondani, hogy ezt honnan szedtem, ezt írattam, ezt ráragasztam, ide forgattam, odafogtam. Tehát kb. 30 percig lehet egy képről vele beszélni. No hát, le is fogad, ide foglaladik helyet meg kell itt állni, hogyha nem akarsz, de közben, ha valamit mondandód van, nyugodtan majd szóljál rám, mert hajlamos vagyok felejteni dolgokat. Tehát mindenkit köszöntök itt a Kőlelke kiállításon, Pap Tíme a kiállításán. Én Bruti vagyok, stand-up humorista, és nyilván felmerülhetett volna a kérdés, de Lajos már elmondta, hogy miért vagyok itt, és hogy kerültem én ide gyakorlatilag. Egy humorista, egy művészeti kiállításra, hát nagyon egyszerű, mi egy párt alkotunk Timivel már több mint 10 éve, és aztán mikor adódott ez a kőmánia, én csak így hívtam az elején, akkor hát arra jöttünk rá, hogy ő viszonylag keveset beszél, én meg túl sokat, akkor talán majd én fogom megnyitni a kiállítókat, vagy kiállításokat. No hát, miről is szól a kő lelke? Tényleg, ahogy Lajos mondta előbb, hogy mindenki gyűjtögetett köveket, de sőt, mai napig megyünk az utcán, átlépünk felette, netán belerúgunk, vagy hogyha jó az idő, tópartján kacsázunk a kővel, és hányat fog pattanni a vízen. Tehát mindenki használja, vagy építünk belőle járdákat, épületeket. Van, aki pedig hát, ilyen dolgokra használja. Ehhez valószínűleg kell egy lélek, és nem is akármilyen lélek, hogy azokban a nagyon egyszerű kövekből, amiket a Földön találjunk, kihozzuk ezeket a csodákat. Hozzá kell tenni, és ez a legfontosabb dolog az egészben, hogy ezek a kövek nincsenek csiszolva, nincsenek alakítva. Egy se. Ezek a kövek, amik ott vannak fent a falon, azok így találhatók voltak a természetben, így törtek, így alakultak, így alakította őket a víz, a többi kő, és igazából nagyon keveset színez, tehát kövek általában nincsenek színezve se, vannak kivételek, ott például én vagyok
Hát az az én képem, nem tudom, felismerhető-e az a nem bátran sovány ember ott. Az én lennék, talán azon a gitár az olyan kékszínű? Vagy... A zöld volt, igen, a zöld volt, csak mivel kék a gitárom, azt átszínezte. Tehát igazából nincsenek alakítva a kövek. A másik, hogy nem mozaikokat rak ki, mert van pár művész a világban, igazából nagyon kevesen foglalkoznak kőképekkel, de van pár művész, aki csinál képeket, viszont mozaikot raknak ki. Tehát, hogy kisebb kövekből kiraknak egy-egy formát, mint azt tudjuk. Viszont itt látható, hogy például ott az egérmamánál is volt egy szoknya, volt egy kis kabátka, amit megtalált külön-külön, tehát itt maga a kő a forma, amit megtalál, és olyan köveket keres hozzá Timi, amik valamit már eleve ábrázolnak, tehát nem kövekből rak ki valamilyen formát. Ez nagyon fontos, hiszen ez a munka így gyönyörű, viszont borzasztó időigényes. Tehát egy ilyen képet összerakni alapvetően nem lenne sok munka, ha meg lenne a kő. De hát nincsen meg a kő, úgyhogy el kell menni, valahova valószínűleg ki a szabadba, és kezdünk köveket keresni. Na most elmondom, ez hogy történik. Timi azt mondja, hogy elfogyott a kövem! Jó van, szívem, mi legyen akkor? Hát szóval üljük be a kocsiba, induljunk. És akkor megindulunk így Magyarországon, most legutóbb Romániában, és Erdélyben voltunk, és ott megtaláltunk patakot. 3 napig voltunk, és minden pataknál meg kellett állnunk, hogy ott vannak egy normális kövek. Most amúgy sincsenek autópályák Romániában, de így egy útunk egy ilyen 5-6 órás volt, mire minden pataknál megnézte, nem, ez nem jó patak, menjünk. És mentünk, és végül találtunk egy patakot, ahol hát ilyen mínusz 10 fokban Timi egy ilyen 60-80 kiló követ összeszedett, úgyhogy ez tényleg kemény munka, de csinálja rendületlenül. Magyarországon bányatag, nincs olyan bányató, ahol még nem fordultunk volna elő, nincs olyan hegység, ahol még nem mentünk volna, sőt, tüzépekre járunk, nem tudom, itt tüzépeknek hívják a... Nem. Tudjuk, hogy mi, nagyon jó tudjuk, mi a tűző, ahol építőanyagokat lehet venni, és kavics van, és megyünk be. Például én rendeltem egyszer a járdámhoz 2 köbméter kavicsot. Hát 2 métert nem tudtam megcsinálni belőle, mert elfogyott, mert Timi felhasznál belőle. Gyakorlatilag ellopta tőlem, úgyhogy valamelyik képen szerepel a járdám, mindig ezt szoktam mondani. És hát... és elnézést, hogy közben most jut a szembe, hogy még itt is ülnek önök, de hát önökhöz is beszélek természetesen, és még itt is. Ami még nagyon fontos, hogy megfertőzte már az egész családot és a baráti kört is. Tehát ő ment, és mindig úgy tér haza, hogy a kis táskájában van egy ilyen 20 kiló kő. Ma 6. táskát vettem neki, de nem ám a nagy batyú, hanem ez a kis csinos kis női táskát, így pakolja tele kővel. És mindenkit megfertőz. Anyámnak olyan 3 órába kerül, mire elmegy a boltba, mert állandóan földet nézi, és keresi Timinek a követ, hogy ó, kislányom, ez milyen, és hozza haza a köveket. Amúgy se volt gyors, mondjuk anyu, de így most már végképp lassú. Engem megfertőzött, engem azzal a testtel hajlongani, ugye hát elég nehéz, de azért megpróbáltam. Jöttem ki, mentem valahova fellépni Budapest környékén, és jöttem ki egy étteremből, és ilyen nagy kulikavicsokkal volt felszórva a parkoló. És megyek, és ha megnézzük, itt van ez a Te vagy a minden címkép, és ott van benne az a babakocsi. Azt én találtam. Gratulálunk. Nagyon büszke vagyok rá. Hát így néztem lefele, mondom, menni kéne most már, és egyszer csak, mondom, ez egy tört kő, ez valamire jól, ezt felvettem, babakocsi, egyből felhívtam Timit. Na figyelj szívem, itt vagyok egy ilyen parkolóban, hallod, van itt egy babakocsi, én ezt elhozom neked. Szóval ne hozzad már, hova rakjuk, tele vagyunk már minden lommal, nem tudom hova rakni. Mondom, nem, ez egy kő, Timi. Kő, azt hozzad, és akkor vittem neki a követ, és hát ez a csoda lett belőle, szerintem fantasztikus kép. Azt hiszem, még egy ilyen babakocsis kép van valahol, igaz? De azt... Ja, és a béka király leghátul, a második kép balról, nekem balról, tehát ott van a béka király, annak a fejét, ami egy olyan akkora csoda, ezt érdemes megnézni mindenkinek, hiszen egy kőből áll, a békának a feje és a 2 kigüllett szeme. Tehát fantasztikus ilyet találni, szerintem nincs is ilyen másik. Én vagyok a legjobb kőkereső innentől fogva, de már nem sztárolnám tovább magamat. Mit nem mondtam még el, Timi, a kövekről, amit szeretnél hallani?
Igazából majdnem mindent elmondtam, amit nem, azt Timitől meg lehet kérdezni, és mindenre válaszolni fog. Jó? Nem tudom, ki az, aki látott már egyébként kőképet, mielőtt idejött? Vannak? Interneten. Interneten, nyilván interneten egy-két helyen láttam. Hát remélem, hogy most hagyjunk egy pár percet azért, mert tudom, hogy most rengeteg sokan vannak, úgyhogy nehéz lesz itt felállni, de aki még nem látta és úgy gondolja, akkor gondoltuk, hogy hagyunk egy ilyen 20 perc, 10-20 perc szünetet, hogy körbenéznének és megtekintenék a képeket, és akkor onnan folytatjuk majd pedig egy stand-up műsorral, hogyha van kedvük, akkor tartsanak továbbra is velünk. Köszönjük szépen, és itt van Papp Tina, őt kell keresni, gyereke Mikén, őt kell keresni, bármelyik kép megtetszik. Sajnos a képek most jelenleg nem eladók, viszont ő szokott készíteni képeket, még plusz amit felrakunk az internetre, a Kőlelke oldalra, igen. Ja, és van egy kagylókép. Ja igen, mert Timi úgy döntött valamelyik nap, hogy van még Turiból, hazatért egy akváriumnyi kagylóval. Azt mondja, hogy ezt megvetted, mondom, mit csinálsz vele? Hát, kagylóképet. Úgyhogy lehet, hogy ez a következő. Ott hátul lehet majd látni, az egy Mary Poppins-t mutat az a kép, és arra is van írva, igen. És az jobbról a második, és kagylóból van teljes mértékben, és uszadékfából. Mert még uszadékfával is voltak közünk még pluszban. Köszönöm szépen, és akkor nem sokára elkezdjük a stand-up előadást is. Lajos, viszont. Köszönöm szépen. Annyit mondanék még el, hogy a kicsit a véletlennek köszönhetően találkoztunk mi így együtt, meg most lehetünk mindannyian itt. Facebookozunk, ugyebár, mint aztán majd mindenki ellenlévő közül, és ott bukkantunk először, nem is a Timi képeire először, hanem egy, ha jól emlékszem, egy pécsi hölgy kavics képeire. Neki írtam, hogy nem jönne el Nagybányára egy kiállításra, és azt mondta, hogy hát ez Pécs egy kicsit messze lenne, de tud egy nagyon jó kavicsművész Debrecenben, és akkor megadta Timi elérhetőségeit, írtam nekik egy levelet, és azt hiszem, hogy Timi, vagy nem tudom, Ruti válaszolt hamarabb, igen, és igen, ő volt a szolgálat, az ügyeletes, válaszolt, hogy nagyon szívesen jönnének, attól arrafele már csak egyeztetés kérdése volt a mai nap.
Bruti, azaz Tóth Imre a kiállítás megnyitója után több nap, mint stand-up műsorával örvendeztette meg a nagybányai közönséget, amelyben szerepet kapott a gitárja is. Te már bőlekedtél? Na hát akkor te leszel a hentesem, oké? Okay? Kár volt felemenni a kis kezedet, mert most mindenki rajtad fog nevetni. Semmi baj, dehogy nem. Az én hentesem az egy olyan srác, hogy minden héten disznót vág, és ha ott vagyok, hogyha nem, kóstolót tesz el nekem a hentesem.